Tisztelettel köszöntöm kedves nézőinket, önök az Összhangban a tudomány mai adását látják. Két alkalommal, most az elkövetkezendő időszakban a koronavírussal fogunk foglalkozni. Ez az a fertőzés, amely leginkább foglalkoztatja az embereket. És hogy pánikot ne keltsünk, szerettünk volna olyan szakértőket hívni a stúdiónkba, akik a leghitelesebb információkat tudják önök elé tárni. A Nemzeti Népegészségügyi Központ két munkatársa a vendégünk, nagy tisztelettel köszöntöm önöket. Itt van velünk dr. Galgóczi Ágnes, a megelőző orvostan népegészségtan szakorvosa, a járványügyi és infekciókontroll főosztály, osztályvezető főorvosa. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, és úgy szintén köszöntöm Rózsa Mónikát, aki mikrobiológus, és ez a két tudományág azt hiszem, hogy nagyon is összekapcsolódik, és az elmúlt időszakban is gondolom rengeteget dolgoztak együtt, de most az új vírus kapcsán azt hiszem, hogy mindennapossá vált az együttműködésük. Egy picit a két szakterületről szeretném, mielőtt még beszélgetnénk magáról a koronavírusról, illetve tájékoztatnánk a nézőket, hogy ugye ez egy egészen érdekes elnevezési főosztály, ez a megelőző orvostan, népegészségtan. Gyakorlatilag járványügy és infekciókontroll főosztály. Hogyan lehet ezt összefoglalni, mivel foglalkozik tulajdonképpen, tehát köznapi nyelvre lefordítva az osztályuk? A megelőző orvostan és népegészségtan szakterület ugye gyakorlatilag a nevében benne van az, hogy a megelőzéssel foglalkozik. Ez nagyon-nagyon sok szakterületet ölel fel, vagy ágazatot ölel fel a megelőzés területén belül. Ide tartozik a fertőző betegségekkel kapcsolatos információk, megelőzési lehetőségek, a fertőző betegségeknek az epidemiológiája, de ide tartozik a foglalkozás egészségügyi megbetegedésekkel kapcsolatos megelőzési lehetőségek, környezetegészségügy, településegészségügy, egészségfejlesztési szakterületek, tehát nagyon-nagyon szerteágazó. A járványügy és infekciókontroll pedig konkrétan fertőző betegségekkel, a fertőző betegségeknek, a járványtanával, a megelőzési lehetőségeivel, illetve most a nagy hangsúlyt fektetve ugye mostanában a kórházi fertőzésekkel kapcsolatos megelőzési lehetőségekre is. Azt gondolom, hogy ezzel a témával majd még fogunk foglalkozni későbbi adásainkban, most majd a koronavírusra fogunk egy kicsit fókuszálni, de nézzük meg, hogy a mikrobiológus hogyan kerül a Nemzeti Népegészségügyi Központba. Hát mi a járványtani részét visszük ennek a nagy szakterületnek, amiről kolléganőm beszélt, és az orvosi mikrobiológiának a laboratóriumi hátterét visszük, virológiával, bakteriológiával, mikológiával, parazitológiával foglalkozik a klinikai mikrobiológiai laboratórium, és ennek az egyik laboratóriuma a légúti vírusokkal foglalkozó laboratórium az, ami a koronavírusokkal és azoknak a vizsgálatával foglalkozik. A koronavírus nem egy új keletű vírus, hiszen több ága volt már, fejlődött maga a vírus is. Mitől függ, hogy hogyan fejlődik egy vírus, mikor lehet már új vírusnak nevezni, és ez a mostani koronavírus, ami gyakorlatilag ugye lassan legalábbis a virág érdeklődésének a központjába került, mitől más, mitől új, hogyan fejlődött azzá, ami? A vírus... Akkor beszélünk új vírusról, vagy új kórokozóról, amikor a humán populáció immunrendszere teljesen naív, védtelen, nem ismeri ennek a vírusnak az antigén szerkezetét, nem tudja fölvenni vele a harcot, nincsen az immunrendszernek készlete ezzel szemben. Tehát naív a humán populáció ezzel a kórokozóval szemben. Annyiban nem új keletű, hogy a koronavírus családnak vannak olyan tagjai, amelyek kizárólagosan az emberi megbetegedésben játszanak szerepet. Vannak olyan tagjai, amelyek állati vírusok, és éppen ez a lehetőség játszik szerepet abban, hogy keveredni tudnak a génjeik, és ezáltal újabb és újabb az emberi populáció számára teljesen új antigenitású, felületi szerkezetű vírusok kerülnek, vagy cirkulálnak
a humán populációban. Így történt ez is, de ennek volt már két megelőző része is, hiszen a SARS koronavírus, amely 2002-ben bukkant föl, szintén egy koronavírus volt, amely teljesen új vírus volt az emberi populáció számára, aztán 2012-ben a MERS, szintén egy koronavírus volt, mind a kettőről bebizonyosodott, hogy ez egy zoonotikus fertőzés, tehát valamilyen állati rezervoárról indult el, és került be az emberi populációba, majd pedig adaptálódott, és emberre emberre is terjedt. Tehát nem idegen ez, ami most megjelent, már két ilyen koronavírussal találkoztunk az elmúlt 20 évben, most pedig itt van a harmadik. Vannak már ismereteink erről, de nagyon sok fekete folt van még. A WHO-nak a laboratóriumi ismereteire támaszkodunk mindannyian, a referencia laboratóriumok, és ennek kapcsán sikerült nagyon gyorsan a védekezést is felállítani, és a laboratóriumi vizsgálatokat beállítani. Érdekes, hogy ugye a két megelőző koronavírust aránylag hamar sikerült lokalizálni, megállítani. És akkor itt rögtön jön a kérdés, hogy tulajdonképpen még ezt az új koronavírust annyira nem ismerjük. Magyarországon még nincsen pánikra semmi ok, mindenki fölkészül arra, hogyha véletlenül Magyarországon is megjelenik, akkor ezeket jól lehessen lokalizálni, kezelni. De mitől függ az, hogy milyen gyorsan sikerül megállítani egy ilyen nagyméretű, világméretű fertőzést, mert lehet arról beszélni tulajdonképpen, hogy ebből lehet egy világméretű járvány, illetve, hogy mennyire gyors ennek a lefutása. A SARS vírusnál, vagy a másnál mi volt a kezdettől a végéig, tehát amikor a nagy járvány volt az átfedési időszak. A járványügyi intézkedések azok, amelyek tulajdonképpen a járvány tovább terjedését meg tudják akadályozni. Ebben nagy szerepe van a lakosságnak is, és mindenhol próbáljuk továbbítani azokat az információkat, illetve széles körben tudomására hozni a lakosságnak, hogy a megelőzésnek az elsődleges fontosságú elemei a kézmosás, a kézfertőtlenítés, az, hogy a tüsszögni, köhögni zsebkendőbe tüsszögünk és köhögünk, és a zsebkendő használat után a zsebkendőt kidobjuk, majd utána ismét kezet mosunk, kézfertőtlenítést alkalmazunk. Alkoholos kézfertőtlenítők, amelyek a drogériákban kaphatók, teljesen alkalmas eszközök ennek a végrehajtására. Aztán, aki beteg, az ne menjen közösségbe, tehát felső légúti fertőzéssel rendelkező személyek maradjanak otthon, kerüljék a közösségi eseményeket, illetve mindenki kerülje az ilyen felső légúti fertőzésben szenvedő személyekkel való kontaktust. Ez az egyik dolog. A járványügyi hatóságoknak a feladata az, hogy minél gyorsabban felismeri az eseteket, hiszen hogyha ezeket elkülönítjük, már a betegség kezdetén kórházi ellátásban részesülnek, és nem tudnak érintkezni egészséges személyekkel, akkor ugye a fertőzést ezzel is megakadályozzuk. A beteg személlyel, az igazolt beteg személlyel kapcsolatba került személyeknek a felkutatása is nagyon fontos. Az ő járványügyi megfigyelésük, hogyha tünetek jelentkeznek náluk, ugye akkor szintén minél hamarabb egészségügyi ellátásba elkülönítésre kerüljenek. Aztán a védőfelszerelések használata az egészségügyi ellátás során szintén megakadályozza a másodlagos fertőzéseknek a kialakulását, az, hogy az egészségügyi személyzet maga is megbetegedjen, illetve akár hazavigye a fertőzést. Érdekes információk hangzottak el, és a filmek, sok esetben a katasztrófa filmek jutnak ilyenkor az emberek eszébe, amikor szkafanderes orvosokat, gumikesztyűs, szájmaszkos embereket látnak, és sokszor túlzásnak gondoljuk a megelőzést, de végül is mégiscsak a megelőzés az, amivel első körben tudunk valamit tenni, és most itt nem csak a koronavírusról beszélünk, hanem általában influenzás időszakban vagyunk, és pontosan ezért nagyon nehéz lesz majd a diagnózisoknak a fölállítása akkor, amikor az utasforgalom nem áll le, és jönnek-mennek az emberek, hiszen az első körben a tünetek azok megegyeznek egy normál influenzás megbetegedésnek a tüneteivel. Jól gondolom?
Igen. Honnan tudjuk akkor végül is majd, hogy most akkor melyik járványról vagy vírusról van szó? Ezt csak laboratóriumi vizsgálatokkal tudjuk kimutatni. Tehát az influenza-szerű megbetegedések mögött nagyon sokféle kórokozó húzódhat meg, és többek között az új koronavírusnak is ilyen influenza-szerű megbetegedés tünet együttese van. Igaz, hogy ez sokkal súlyosabbá is fajulhat, tehát a enyhe, náthás tünetektől egészen a súlyos tüdőgyulladásig a legkülönbözőbb tünetek jelentkezhetnek, de mivel influenza-szerű megbetegedés is itt, tehát azok a tünetek is szerepet játszanak, ezért össze lehet könnyen keverni egy klinikai vizsgálat, hogyha nincs mögötte egy laboratóriumi megerősítés, ezért kellett nagyon gyorsan a laboratóriumi vizsgálatokat beállítani az új koronavírusra is. Itt Magyarországon is megvan a lehetősége már annak, hogy a laboratóriumi vizsgálatokat véghez lehessen vinni? Így van. Tehát nagyon gyorsan, mivel mi a WHO referencia laborhálózatának része vagyunk, nemzeti referencia laboratórium vagyunk, ezért a WHO nagyon gyorsan segítséget nyújtott a laboratóriumainak, hogy be tudja állítani az új koronavírusnak megfelelő vizsgálati metodikát. Így volt ez a pandémia idején, az influenza H1N1 pandémia idején is. Nagyon gyorsan sikerült a WHO segítségével a megfelelő metodikákat beállítani. Most is így van ez. Úgyhogy rendelkezésre áll a laboratóriumban a vírus kimutatásának a lehetősége. Most nagyon furcsa kérdést fogok föltenni, illetve lehet, hogy ezek naív kérdések. Tehát Magyarországon jelen pillanatban még, ugye, nem tudom ki mikor nézi az adásunkat, de egyetlen egy regisztrált beteg sincsen, tehát még betegedés nem volt. A cél az, hogy ne is legyen. Ehhez az kell, hogy az emberek betudatosodjon, hogy a kézmosás az elengedhetetlen, hogy használjanak fertőtlenítőszereket, hogy ne köhögjenek egymásra, ha nincsen zsebkendő, akkor a ruhájukba tüsszögjenek bele. És akkor rögtön jön a kérdés, bár nem ezt akartam föltenni, ruha. Ugye az emberek össze-vissza beszélnek, és tényleg nem lehet tudni. Tehát mi az, ami fertőz? Tehát mi az, ami fertőzhet? Tudnilik, ugye rengetegen vásárolnak olyan árucikkeket, amik Kínából érkeznek. Már ugye itt elkezdődött, tehát hogy ja Istenem, biztos azokon is van valami. Tehát a vírus emberről emberre, illetve állatról emberre képes terjedni. A közvetett úton történő terjedésnek, tehát a tárgyakon keresztüli terjedésre nincsen bizonyíték. Azt el kell mondani alapvetően, ez én úgy gondolom, hogy más esetekben is meg fontos, hogy egy külföldről érkező csomag esetén ugyanúgy járunk el, mint most akár a koronavírus kapcsán, hogy a csomag kezelése során a kézhigiénét, kézmosás, kézfertőtlenítés szabályait betartjuk, de a külföldről érkezett csomagoktól nem kell tartani. Ez is egy megnyugtató válasz, és akkor rögtön megyünk vissza arra, hogy ugye állatról állatra, illetve állatról emberre, ennek mi a módja? Tehát ez egy légúti fertőzés, valaki nem higiénikusan, tehát most tehát az állatban hogyan keletkezett a vírus? Ott honnan lehetett tudni, hogy az éppen beteg? Ez egy bennük levő, olyan, mint hogy bélbaktériumok vannak minden emberben? Nagyon naív kérdés, de mégiscsak. Tehát hordozzák az állatok a kórokozót. Tehát ez mind benne van az állatokban? Benne van az állatokban, ugyanúgy, ahogy a koronavírusoknak egyik csoportja az állatokban van jelen, a másik csoportja kizárólagosan csak az ember fertőzi, de sajnos nem csak ennél a kórokozónál, sok kórokozónál van az a lehetőség, hogy állatról emberre terjed. Addig nem is nagyon volt probléma, amíg nem bizonyosodott be, hogy aztán ez adaptálódott az emberhez, és onnantól kezdve, amikor már emberről emberre is terjedt, ott már azért komolyabb lépéseket kellett tenni, hogy megállítsák a fertőzést. Az, hogy az állatoknál ez egy állatról állatra terjedő fertőzés volt, ez mikor derült ki, vagy mikor került ez előtérbe? Vagy addig nem került, nem, amíg emberre nem került? Nem. Tehát ezzel nem foglalkoztak, hogy a vadállatok között milyen vírusok, tehát nem szűrik rutinszerűen a vadállatokat, hogy most milyen vírusok vannak bennük. Ez akkor kerül előtérbe, amikor az ember megfertőződik tőlük, akkor nagyon gyorsan előtérbe kerül, hogy akkor honnan kerülhetett ez az emberi populációba.
Nincsenek még bizonyítékok arra, hogy pontosan milyen állatfaj hordozhatta, de a koronavírusoknak nagy rezervoárja a denevérek populációja. Úgyhogy a denevérek nagyon sokféle koronavírus hordozói, és mivel repülő életmódot folytatnak, bizony nagy területeket járhatnak be, és más állatokat is, de az embert is többek között megfertőzhetik. Mit lehet tenni a denevérek ellen? Hát ez megint csak egy naív kérdés, de a denevérről az emberre hogyan kerül? Tehát étkezés útján? Vagy a denevér érintkezik az emberrel? Hát egyrészt másféle szempontból is? Hát egyrészt úgy, hogy például ezeket ott fogyaszthatják is. Tehát az élelem palettán nem ritkaság, hogy esetleg fogyasztják az ázsiai emberek ezeket az állatokat. Másrészt pedig ott sokkal szorosabb az állat-ember közötti kapcsolat, mint mondjuk például az európai területeken. Tehát ezért is van az, hogy a különböző zoonotikus fertőzések gyakran onnan indulnak el, és ott, mivel nagy számú populáció él szűk területen, aztán gyorsan adaptálódik az emberhez, az utazások nyomán pedig átkerül más kontinensekre és országokba is. Kint az is érdekes, ugye, és visszatérünk az első kérdésemhez, ami végül is nyitottan maradt, hogy amikor egy ilyen nagyméretű járványnak induló járványról beszélünk, hogy milyen gyorsan lehet lezárni, mikor lehet azt mondani, hogy a járványnak vége van, és a SARS-vírus esetében mennyi idő volt a lefutása. Tehát most azt mondjuk, hogy tényleg azt lehet mondani, hogy összefog a világ, vagy a Föld összes országa, és megpróbálják lokalizálni azokat a területeket, ahol vírusfertőzöttek vannak, hogy az utasforgalmat megpróbálják korlátozni, hogy nagyon helyesen Magyarországon is karanténba került az a két személy, aki a központi részről érkezett, a fertőzött központi részről, és a karanténra majd még külön rá fogunk térni, de hogy mitől függ az, hogy ez lezártnak lehessen tekinteni? Tehát most mennyi időre lehet számítani? Van-e arra becslés, hogy ez mennyi ideig fog tartani? Matematikai modellekkel próbálnak ugye becsléseket felállítani, hogy milyen lehetőségek lehetnek a járványnak a lefolyásában, de azért ez nagyon sok tényezőtől függ. Nyilván fog egyrészt a kórokozónak a virulenciájától, aztán attól, hogy hány embert képes megbetegíteni egy beteg ember. Aztán nyilván a járványügyi intézkedéseknek a szigorúságától, hogy melyik tagállam vagy melyik ország hogyan tartja be ezeket az intézkedéseket, hogyan képes végigvinni a járványügyi megelőző tevékenységeket, a járványügyi megfigyelést, az ellenőrzést, esetleg zárlati intézkedéseket vezetnek be, tehát előre azért nem lehet jósolni. A SARS-vírus esetén mennyi idő volt az, amelyik... Hát néhány év alatt, viszonylag gyorsan sikerült lokalizálni, és el is tűnt a populációból. Azóta nem nagyon találkoztunk újabb gócos területekkel, úgyhogy ott ez egy nagyon gyors lokalizáció volt, nagy sikere volt ez a WHO-nak. A MERS koronavírussal kapcsolatban is igazából csak a közel-keleti területeken lehet még felfedezni, azt is sikerült visszaszorítani, úgyhogy nagyon bízunk benne, hogy a szigorú járványügyi intézkedésekkel sikerül megállítani, és nem kerül be olyan méretben Európában, mint ahogy az fölbukkant Kínában. A megelőzésre nagyon nagy hangsúlyt kell fektetni, és itt doktornő említette, hogy a higiénia az az elsődleges. Egymás tisztelete is nagyon sok szempontból, pláne ugye most az influenzás időszakban tényleg azt mondom, hogy lassan ott tartunk ugye a készfogástól, és jó lenne tartózkodni, az ember meghajthatja a fejét, és azzal is megadhatja a tiszteletet. A pusziszkodás sem biztos, hogy minden alkalommal egészséges. Lehet például egy ilyen alkalom, hogy összeülelkeznek, megpuszíják egymást, tehát ettől is átterjedhet a vírus fertőzöttek esetén? Ezt most nem csak a koronavírusra értem.
Mi mindegyik vírustípusnak megvan az a tipikus jellemző fertőzés módja, vagy terjedési módja, amivel át lehet adni egyik emberről a másikra. A influenza vírusok esetén alapvetően ez a cseppfertőzés, amikor a nyállal, a köhögéssel, a köpettel, illetve az orváladékkal kerül tovább a vírus az egyik emberről a másikra. Jelenleg a koronavírusnál is a jelenlegi információink szerint ugye elsősorban a terjedésben a cseppfertőzés játszik szerepet. Ma felvételünk hétfőn van, 3-án. Olvastam egy, és nem biztos, hogy hiteles forrásból, és azért fölhívom a nézőknek a figyelmét is, hogy csak hiteles forrásból tájékozottjanak, és majd mindjárt el is fogják mondani, hogy hol érdemes tájékozódni, illetve milyen számokat lehet hívni, hogyha kérdése van a nézőknek. Tehát azt olvastam, hogy nem csak a nyálból, illetve nem csak cseppfertőzéssel, hanem a székletből is terjedhet maga a vírus, mert abból is kimutatható volt már. Igen, a laboratóriumok kimutatták vizeletből is, meg székletből is, hogy a terjedésében mennyire játszik szerepet, azért itt még vannak kérdések. Elsősorban inkább a légúti és a szoros kontaktus az, ami a fertőzésben szerepet játszik. Ezt most egyelőre itt tartunk az ismereteink szerint. Az, hogy miből tudjuk kimutatni, milyen beteganyagokból tudjuk kimutatni a vírust. Uh-huh. Az egy másik kérdés, meg hogy ott infektív marad-e a vírus, mert egyelőre a mostani metodikáink azok a vírus genetikai állományát mutatják ki a beteg mintákból egy molekuláris technikával. De nem biztos, hogy azért, mert ezt onnan ki tudjuk mutatni, ott infektív, fertőző vírusok is jelen vannak. Tehát ezeket még egyéb vizsgálatokkal meg kell nézni, hogy vajon a különböző beteg mintákból valóban infektív vírusok is kimutathatók, illetve ott vannak jelen. De egyelőre nem a széklet útján történő fertőzés, ami a legnagyobb problémát okozza. Hanem a cseppfertőzés. És akkor itt jön, hogy ugye az emberek pánikolnak, és azt mondják, hogy húj, én gyorsan elmegyek, és csináltatok egy tesztet, hogy nehogy valakit megfertőzzek. Tehát milyen az igazi jó vizsgálat? Létezik-e egy gyors vizsgálat, gyors teszt? Nincsenek gyors tesztek még a új koronavírus kimutatására. Gyors teszteken azt értjük, mint amilyen például egy terhességi gyors teszt. Az egy tipikus gyors teszt, az ember bemegy a gyógyszertárba, megveszi, és otthon mindenféle különösebb eszköz nélkül meg tudja csinálni a vizsgálatot. Ehhez komoly laboratóriumi háttér kell, szakembergárda, megfelelő gépek, műszerek, anyagok. Nem lehet még enélkül a vírust kimutatni. Ha már a vírus kimutatásáról beszélünk, akkor gyakorlatilag a fertőzöttségnek hanyadik napjától lehet kimutatni a vírust? Hát itt még vannak kérdések. Tehát egyelőre a WHO alapján azt tudjuk, hogy kb. 2-14 nap között van a lappangási idő. Ez egy viszonylag hosszú, azért is szokták 2 hétre tenni karanténbe az embereket, hogy most ebben a 2 hétben melyik az a pont, ahol kimutatható már a vírus, az egyébként is nagyon sok mindentől függ. Függ attól, hogy milyen víruspartikula számmal fertőződik, vagy egyáltalán egy kórokozónál, hogy milyen csíra számmal fertőződik egy ember, milyen mennyiségű kórokozóval fertőződik. Sokkal gyorsabb lesz a tünetek megjelenése, hogyha nagy mennyiségű kórokozóval fertőződünk, mint hogyha kevesebben, mert idő kell, hogy a szervezetben ez felszaporodjék, replikálódjék, és a megfelelő tüneteket kialakítsa. A másik pedig, hogy a gazda szervezettől is erősen függ, hogy milyen az immunállapota. Nincsenek-e különböző egyéb betegségek, magas vérnyomás betegség, szív problémával nem küzd, túlsúly, például az is nagyon sokszor okoz problémát a betegség kimenetelét illetően. Tehát ha valaki azért egy egészséges, fit, megfelelő táplálkozású, középkorú fiatal ember, annak nem illik túlsúlyosnak lenni egy ilyen kórokozónak. Ha pedig például kisgyerekről van szó, vagy egy idős emberről, ahol az immunrendszer más okból kifolyólag, de hasonlóan
alul működik, ugye a kisgyerekeknél még most tanul az immunrendszer, az idősebbeknél pedig már felejt az immunszeneszencia állapotában, ezért sokkal érzékenyebbek a kórokozók által kialakított tünetekre. Súlyosabbak lehetnek a tünetek, és a végkifejlet is súlyosabb lehet. Tehát ez nagyon, nagyon egyénfüggő, hogy milyen tünetek fognak megjelenni, hogyan manifesztálódik egy kórokozónak a fertőzése. Itt nagyon sok adatot kell fölvenni ahhoz, hogy legyenek általános adataink arra, hogy most pontosan mennyi a lappangási idő, körülbelül mikor, milyen mintából lehet kimutatni, tehát először a légúti minták, aztán vizelet, széklet minta, stb. Tehát, hogy itt még sok mindent fel kell derítenünk ahhoz, hogy erre pontos válaszokat adhassunk. Hiszen nagyon a járványnak nagyon az elején hát vagyunk stb. Még, és hogyha minden igaz, akkor jól időben sikerül úgymond megcsípni, vagy elcsípni, hogy aztán nehogy nagyobb méretű probléma legyen belőle. Kedves nézőink, nagyon sok mindent megtudtunk már az elmúlt 25-28 percben a koronavírusról szakértőinktől. A megelőzésre szeretnénk fölhívni a figyelmet, illetve arra, hogy pánikra semmi ok egyelőre, hála Istennek Magyarországon, hiszen a helyzet jól van kezelve, és még megbetegedés sincsen, viszont 1000 kérdésem maradt még, úgyhogy folytatjuk ezt a beszélgetést. Itt van bennünk dr. Galgóci Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központból a járványügyi és infekció kontroll főosztály osztályvezető főorvosa, és szintén a Nemzeti Népegészségügyi Központból itt van velünk Rózsa Mónika mikrobiológus. A műsorunknak az a célja, hogy hitelesen tudjanak tájékozódni a szakértőink által, és hogy a pánikot elkerüljük, és nagyon nagy hangsúlyt tudjunk a megelőzésre fektetni. Miért olyan nagyon-nagyon fontos most a megelőzésre fektetni a hangsúlyt? Gyakorlatilag ez egy teljesen új vírus, ugye, amivel most szemben állunk, és ez a járvány, ami Kínában zajlik gyakorlatilag, és egy-két eset ugye már Európában is megjelent, és ahhoz, hogy ne terjedjen nagy mértékben, illetve nagyon gyorsan az európai országokban sem, ezért nagyon fontosak a megelőző intézkedések. Ez egyrészt jelenti a lakosságnak a megelőző intézkedéseit, ami azt jelenti ugye, hogy kézfertőtlenítés, kézmosás, beteg emberekkel való kontaktusnak a kerülése, aki beteg, az ne menjen közösségbe, ne menjen dolgozni, ne menjen iskolába, a köhögési-tüsszögési etiketnek a betartása és a köhögés-tüsszögés utáni szintén alapos kézmosás, illetve kézfertőtlenítésnek az elvégzése, ami jelenleg a vírusról ismert információink alapján a legfontosabb megelőzési lehetőségek. A másik része pedig ugye a járványügyi tevékenység, amely a betegeknek a korai felismeréséből áll, a betegek elkülönítéséből, a betegekkel kapcsolatba került személyeknek a felkutatása, felismerése és az ő megfelelő ellátásba irányításuk, illetve megfelelő információval való ellátásuk, ami szükséges a járvány megállításához majd. Illetve az egészségügyi ellátás során a óvóvédő eszközöknek a használata és az infekciókontroll szabályoknak a szigorú betartása. Köszönjük szépen, és akkor nézzük meg a másik oldalról, hogy mit kell tudnunk erről a vírusról. Maga a koronavírus család tagjai között találunk olyan kórokozókat, amelyek kizárólagosan csak humán megbetegedéseket okoznak, és vannak olyan kórokozók, amelyek pedig az állatok között terjednek. Nem új keletű az a tulajdonsága, hogy képes állatról emberre megbetegedést okozni, hiszen találkoztunk már a SARS koronavírus kapcsán ezzel 2002-ben, a MERS koronavírus kapcsán 2012-ben, és most pedig az új koronavírus jelent meg. Nem tisztázott pontosan, hogy milyen állatfajról került be az emberi populációba. Azt gondoljuk, hogy valamilyen denevér faj lehetett a közvetítő, a rezervoár. Itt még nagyon sok kérdés vár megválaszolásra, de bekövetkezett az, amitől legjobban tartottunk, hogy most már emberről emberre is terjed, tehát magában az emberi populációba kering ez a vírus, vagyis adaptálódott az emberhez, mint gazdaszervezethez, és innentől kezdve most már a
járványügyesek kezébe vagyunk, hogy segítsen megállítani a vírus terjedését. Úgyhogy minél hamarabb talán a járvány végére tudunk így kerülni, és nem fog túl sok embert megfertőzni. Reméljük, hogy a megelőző intézkedések az embereknek a mindennapjaiba tudatosulnak, a kézmosás, a gél, a fertőtlenítés, hogyha csomag érkezik, arról az elmúlt alkalommal megtudtuk, hogy nem fertőz, de amikor egy csomagot kibontottunk, azután is mossunk kezet természetesen, és vigyázzunk saját magunkra, és vigyázzunk másokra is. Az előbb, vagy az előző alkalommal említette doktornő, hogy ezek a gélek, amiket lehet kapni, ezek jók. Ezek helyettesítik a kézmosást, a fertőtlenítést, szóval egyszerűen még nem tudjuk, hogy mit kezdjünk ezzel. A melegvizes szappanos kézmosás az nem csak a koronavírus ellen véd, hanem minden más fertőző betegség elleni védekezésnek az egyik legfontosabb eszköze. Természetesen ez nem áll rendelkezésre ugye mindenhol, mondjuk egy utazás közben, ahol nem elérhető a melegvíz, illetve a szappan, ezek az alkoholos alapú kézfertőtlenítőszerek, ezek helyettesíthetik a kézmosást. A higikendők, ezek jók vagy nem? Hát attól függ, hogy milyen vegyszerrel vannak ezek átitatva. Igen. Tehát teljesen más, mondjuk egy sminkkendő, az nem lehet egy ilyen komolyabb vegyszerrel átitatni, az inkább csak arra szolgál, hogy a bőrfelületről letörölje a sminket. Azok inkább ilyen steril oldatokkal átitatott kendők, azok már komolyabb vegyületeket tartalmaznak. Mondjuk van egy szerencsénk, hogy ez a koronavírus, ez egy burkos vírus, tehát a vírusokban van ugye egy genetikai állomány, azt körbeveszi egy fehérje természetű kapszid, és vannak olyan vírusok, amelyeket még egy külső burok a gazdasejtből, annak valamely membránjából származó burok veszi körül. Ez viszonylag sérülékeny, tehát a burkos vírusok elég könnyen a legegyszerűbb fertőtlenítőszerekkel is az infektivitásuk megszüntethető, csökkenthető. Tehát ezek a, most hogy én ezt gélt kenek a kezemre, vagy pedig azt az oldatot kenem a kezemre, ami ebbe a kendőcskébe be van itatva, ha rá van írva, hogy ez alkalmas a vírusok eliminálására, akkor használható. Tehát mondjuk érdemes ezeket a fertőtlenítő szereket elolvasni, hogy mit ajánl a gyártó, hogy milyen kórokozókat fog ez eliminálni. És ez alapján ki lehet választani, hogy én most éppen mit szeretnék használni. Ez a kis kendőcske talán praktikusabb, mert nem valami dobozban van benne, amit kell magammal vinni, hanem egy lapos, egy-két kendőt beleteszek a táskámba, és akkor csak előveszem, feltépem, és meg tudom vele törölni a kezemet. De hát ez egyéni kérdés, hogy ki mit szeret használni. Légúti fertőzés. Azért most látjuk, hogy rengetegen használnak már maszkot. Maszk és maszk között is van különbség, és Magyarországon azt gondolom jelen pillanatban még akkor is érdemes maszkot fölvenni, hogyha náthásak vagyunk és bemegyünk egy munkahelyre dolgozni, hiszen nem kell, hogy letüsszentsük a kollégáinkat. Azonban a koronavírus ellen ez a normál, úgymond orvosi szájmaszk, ez úgy tudom, hogy nem véd. Igaz-e ez, vagy sem? Ugye most azért a pánikhelyzetet szeretnénk egy kicsit lokalizálni, mert pánikra semmi ok, de azt gondolom, most ahogy jöttek nekem a levelek az interneten, hát legalább 50 cég kínálta a különböző maszkokat, mert gondolom, hogy most ennek itt van az ideje. Tényleg itt van az ideje, és miért válasszunk? Azt honnan lehet tudni? A jelenlegi tudásunk szerint ez az egyszerű sebészi szájmaszk alkalmazható arra, hogy az emberek egymás közti fertőzésének az átvitelét ezt megakadályozza. Az ennél komolyabb és már munkavédelmi maszknak minősülő, külön minősítéssel rendelkező maszkok, azok az egészségügyi ellátás során szükséges, hogy használatra kerüljenek, annak érdekében, hogy a betegnek a mintavétel során a diagnosztikus vizsgálathoz szükséges mintavétel során történő fertőzés veszélyt elkerüljék, ugye. Tehát az alsó légutakban történő mintavételezés során képződik olyan aeroszol, olyan cseppek képződnek, amelyek ugye
a fertőzés átvitelében jelentős szerepet játszanak, uh-huh. és az egészségügyi dolgozókat ugye ettől kell megvédeni, és ehhez már valóban munkavédelmi eszközként használatos, komolyabb egészségügyi szájmaszkok szükségesek. Ezek a mindennapi életben egyébként nem is használhatóak, mert annyira zártak, és annyira akadályozzák egy idő után a légzést gyakorlatilag, hogy nem használható mindennapos folyamatos viselésre. Ha mindennapos folyamatos viselés, és most arra gondoltam, hogyha többek közlekedik valaki, zsúfolt buszon, vonaton, villamoson utazik, most már tényleg ne nézzenek furcsán egymásra, hogyha valakin van maszk, mert lassan ez lesz a természetes. Ezt a maszkot utána, amikor levettük, eldobjuk, vagy visszavehetjük saját magunkra, ezeknek mi a sterilitási tartalmuk? Ki kell dobni. Tehát maga az ember is, ahogy lélegzik, ugye folyamatosan a saját flóráját is kilélegzi, és az ott fölhalmozódik. Tehát nem szabad ezt többször használni. Egy nap az ember, amikor használja a környezetébe, egyszer használatosak, benne is van a használati utasításba. Tehát egyszer használatos, utána ki kell dobni, és legközelebb, hogyha megint tömegközlekedésre vagy tömegbe megy az ember, akkor föltesz egy másikat. Ezeket nem szabad többször használni. És akkor most térjünk vissza egy nagyon fontos témára, amiről az elmúlt alkalommal nem beszéltünk, a megelőzés kapcsán az oltásokra. Hiszen az emberek ugye joggal gondolhatják azt, hogy milyen jó lenne, ha lenne megfelelő mennyiségű és minőségű oltóanyag és gyógyszer. Mielőtt az oltásokra rátérnénk, azért nézzük meg, hogy van-e arra valami statisztika, és lehet, hogy a nézőink, amikor látják az adást, onnantól már az a statisztika, amiről most mi beszélünk, már változik, hiszen nap mint nap változik a megbetegedettek száma, a gyógyultak száma, az elhalálozottak száma. A mai tudásunk szerint arra lennék kíváncsi, hogy azt írták, hogy 15 ezer ember megbetegedett, ennyien haltak meg, általában azt lehetett olvasni, hogy 2% az, aki a betegség következtében meghalt. A gyógyultakról nem nagyon hallunk. Tehát, hogy mennyi az idő a betegség lefolyása, azt tudjuk, hogy 2 hét a lappangás idő, utána mi történt? Tehát mikortól gyógyult egy beteg, azok mitől gyógyultak meg, saját maga dolgozta fel az immunrendszer, vagy valamilyen gyógyszert kaptak. Tehát a gyógyulási folyamatról van-e valami információnk? A jelenlegi információk szerint ugye a gyógyult, az, hogy valaki meggyógyul a betegségből, és hogy ez mennyi ideig tart, az nagyban függ attól, hogy hány éves, van-e valamilyen egyéb alapbetegsége, nála milyen tünetekkel jelentkezik ez a betegség, mennyire enyhék ezek a tünetek, vagy mennyire súlyos, és mennyire szükséges, hogy kórházi ellátásban részesüljön, illetve akár a kórházi ellátáson belül intenzív ellátásra van-e szüksége. Az első tudományos adatok, illetve feldolgozott adatok egyébként az elmúlt héten jelentek meg a Lancet folyóiratban, ahol januárban 99 kórházba került betegnek, illetve 99 megbetegedett személynek az adatai dolgozták fel, onnantól fogva, hogy mennyi idő volt a lappangási idő náluk, milyenek voltak a tünetek, hány napig tartott a betegség, hányan gyógyultak meg, kinek volt valamilyen alapbetegsége, mi volt az életkori átlag a megbetegedettek között. Tehát ezek is azok a kérdések, amelyek folyamatosan napról napra változnak, hiszen az új vírus kapcsán még minden információ nekünk sem áll a rendelkezésünkre. Mikor lehet kimondani, hogy gyógyult egy beteg? És ha bekerült a kórházba, meggyógyult, akkor rögtön elengedik-e, és utána van-e még fertőzés veszély? Tehát ő fertőzhet-e még utána? Tehát tünetmentesen fertőzhet-e? De fertőzhet-e utána? Ezek nagyon jó kérdések. Tehát itt azért még, ahogy elmondta kolléganőm is, hogy itt még azért nem tudunk mindent ezzel kapcsolatban. Ezeket tovább kell vizsgálni. Tehát, hogy ezeket úgy lehet vizsgálni, hogy folyamatosan mintázzák a betegeket. Amikor kiderül, hogy beteg, ugye, akkor persze az első vizsgálat kimutatja, hogy ott van a vírus a szervezetébe, és utána napi szinten folyamatosan vizsgálják a különböző mintáit, tehát hogy alsó légutakból, felső légutakból, vizeletből, székletből, stb., hogy a tünetek kezdetétől mennyi idő múlva
tudjuk kimutatni a vírust mondjuk a székletbe, vagy a vizeletbe, mennyi idő múlva tűnik el mondjuk a felső légutakból, amikor már nincsenek tünetei, esetlegesen még utána kimutatható-e a vírus a szervezetből, ezek még mind-mind vizsgálat előtt állnak, nincsenek erre még konkrét adataink. De általánosságban azért, amikor már valaki tünetmentes, vagyis nem köhög, nem folyik az orra, nincsenek olyan légúti panaszai, akkor már annyira, ha mégis esetlegesen tünetmentesen is ott lehet, de nem szórja annyira a kórokozót, mint amikor erősen köhög, folyik az orra, onnan fújnia kell az orrát, tüsszög. Tehát ezek a tünetek, ezek azt segítik elő, hogy a kórokozó minél nagyobb számba jelenjen meg a környezetében, és minél több embert megfertőzzön. De hogy pontosan most a tünetmentes időszakban mennyire fertőzőképes az illető, erre nincsenek még jó válaszaink. Ezek még kutatás alatt állnak. És akkor innentől következik a másik kérdés, hogy mondta doktornő, hogy nem mindenki kerül kórházba. Lehet, hogy valaki azt mondja, hogy éppen csak megfáztam, vagy éppen influenzás vagyok, mondom, Magyarországon még nincsen egyáltalán, tehát ne ezt vegyük, tehát nehogy azt gondolják az emberek, tehát egyáltalán nincs Magyarországon még a betegség, de most specializáljuk Kínára, rengeteg ember él együtt, nem biztos, hogy mindenki veszi a fáradtságot, és első körben elmegy a kórházba. És mitől függ, hogy a kórházban tartják-e, vajon, vagy pedig azt mondja a doktornéni, a házi orvos, vagy a bácsi, hogy menjen haza, és erősítse a szervezetét. És akkor még itt jön a következő, hogy az immunerősítés nagyon fontos, gondolom megelőzésként, és majd még erről is beszélünk, de lehet-e immunerősítőket szedni mondjuk akár itthon egy influenzás megbetegedés alatt, vagy pedig akkor az a vírust is erősíti? Hát alapvetően ugye bármilyen betegség ellen, vagy akár fertőző betegség ellen is, influenza ellen is véd, a kiegyensúlyozott táplálkozás, az, hogy zöldséget, gyümölcsöt fogyasztunk a téli időszakban is, a vitaminok pótlására ugye ezeket a vitaminkészítményeket is szintén lehet alkalmazni, és azért az is fontos, hogy az ember a szabad levegőn is járjon, az otthonát azért rendszeresen szellőztesse. Tehát a fertőző betegségek, főleg a légúton terjedő fertőző betegségeknek az nagyon kedvez, hogy valaki nagyon szoros kontaktusban élnek együtt, illetve zsúfolt körülmények között élnek együtt például. És jelenleg azt kell, hogy mondjuk, hogy Magyarországon influenza járvány van. Tehát jelenleg azt gondolom, hogy az influenza az mindenki számára egy valós és itt levő kockázatot jelent, míg a koronavírus természetesen jelen van Kínában, megjelent európai országokban is jelen van, de mindenki mindent megtesz azért, hogy a továbbterjedést megakadályozzuk, és hogyha Magyarországon is előfordulnak megbetegedések, akkor a továbbterjedést megakadályozzuk. De még Magyarországon egyáltalán nem diagnosztizáltak koronavírust, ezt azért tegyük hozzá. Ettől függetlenül én pontosan szeretném felolvasni, mert a WHO nemzetközi horderejű járványügyi szükséghelyzetet hirdetett a koronavírus miatt, és mit jelent ez a szükséghelyzet? Hogyan kell ezt érteni? Volt-e ilyenre már példa, és azt Magyarországon hogyan abszolválták? Ez a nemzetközi egészségügyi rendszabályok alapján történő eljárás rendszerint történik egy ilyen nemzetközi horderejű közegészségügyi járványügyi helyzetnek a kimondása. Ezt egy vészhelyzeti bizottság ül össze gyakorlatilag, aki a rendelkezésre álló tudományos, technikai és minden információ alapján tulajdonképpen a WHO igazgatójának tanácsolja azt, hogy ezt a vészhelyzetet szükséges kihirdetnie vagy sem. Ezáltal tulajdonképpen a WHO ajánlásokat fogalmazott meg a Kínának, aki gyakorlatilag ugye a járványnak a központja, a WHO többi tagállama részére, illetve magának a WHO-nak is, hogy milyen tevékenységeket, milyen kompetenciákat erősítsenek meg annak érdekében, hogy a járvány továbbterjedését megakadályozzák. Ez például Kínára vonatkozóan jelenti azt, hogy Kínától elvárják továbbra is, hogy folyamatosan jelentse az ismert eseteket, a vírussal, a megbetegedéssel kapcsolatos információkat folyamatosan bocsássa a rendelkezésre, mind a WHO, mind pedig a többi tagállam részére.
erősítsék meg az egészségügyi ellátást, a járványügyi tevékenységet, tehát a betegek felismerése, elkülönítése, kontaktkutatás és megelőző intézkedéseknek a bevezetése. A tagállamoknál úgy szintén ajánlja a WHO, hogy erősítsék meg a járványügyi készenlétüket, álljanak készen arra, hogy felismerjék a betegséget, amibe beletartozik az, hogy a diagnosztikai lehetőség is meglegyen arra, hogy a vírus kimutatható az esetleg fertőzött személyben. A megbetegedettnek szintén ugye a kontaktkutatása, az egészségügyi ellátás szintjén, az védekező infekciókontroll intézkedéseknek a bevezetése, illetve a lakosság tájékoztatását továbbra is elvárják, és természetesen minden tagállamtól elvárják azt, hogy az ismert eseteket aztán a WHO rendelkezésére bocsássák, és hogy továbbiakban a kutatások, a védőoltással kapcsolatos kutatások, a gyógyszerrel kapcsolatos kutatások folyamatosak legyenek és megerősítsék azokat. Ha már a gyógyszernél tartottunk és a védőoltásoknál, akkor jó lenne, hogyha erről is pár szót ejtenénk. Van egy gyógyszer? Tudnak-e róla, hogy van egy gyógyszer? Antivirális szerek léteznek, de hát hogy mely antivirális szerek használnak a vírussal szemben, ezek is még most fognak majd kiderülni, mert többféle ilyen gyógyszert használtak a betegeknél. Úgyhogy erre sincsen igazán jó válaszunk, hogy melyek azok az antivirális szerek, amik biztosan használnak. Még a betegeknél, mondom, kísérlet alatt van, és súlyos állapotúaknál ezeket használják. Volt egy olyan hír egy pár héttel ezelőtt, amikor az első koronavírus megbetegedések voltak, hogy bezzeg Amerikában már beoltották ellene az embereket. Ez abszolút kacsa volt? Ez biztos. Nem igaz. Nem, nincsen még a koronavírusokkal szemben emberi felhasználásra védőoltás. A SARS járvány kapcsán kezdődtek meg először a koronavírussal szembeni vakcina kísérletek. Vannak is már kecsegtető készítmények, amelyek esetlegesen majd az emberi felhasználásra majd lehetőséget adnak, de jelenleg emberi felhasználásra vakcina, amit engedélyeztek, még nincsen, az állatoknál már régóta használnak vakcinát. De mondom, a SARS koronavírus kapcsán a kísérletek nagyon biztatóak. Tisztelt nézőink, kedves vendégeink, illetve a szakértőknek nagyon szépen megköszönöm, hogy rendelkezésükre álltak. Megpróbáltuk a koronavírussal kapcsolatos jelenlegi szinten levő tudásmennyiséget az önök rendelkezésére bocsátani. Nagyon-nagyon köszönöm, hogy ebben a felfokozott időszakban vállalták a beszélgetést. Kedves nézőink, én szeretném még egyszer fölhívni az összes interemre a figyelmüket, a higiéniára, a kézmosásra, a szappanos kézmosásra, a fertőtlenítésre, és arra, hogy legyünk egymásra tekintettel. Légúti fertőzésről van szó elsődlegesen, tehát egymás egészségét óvják, lehetőleg azzal, hogy az alapvető higiéniai szabályokat betartják, és csak hiteles információkkal hiteles forrásokból próbáljanak meg tájékozódni. Magyarországon a Nemzeti Népegészségügyi Központ, az NNK-nak a honlapján megtalálható minden elérhető információ, zöld szám áll rendelkezésre, ezen tudnak kérdéseket föltenni, hogyha szükség van rá, illetve tájékozódni. Ne pánikoljanak, a magyar helyzet az azt gondolom egyelőre megoldott, és nincs egyelőre még vírus Magyarországon. Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Köszönjük szépen.